Bécsben 4-1-re kikaptunk, és itten 6-1-re nyertünk. Ez volt egyike legérdekesebb mérkőzésünknek. Az első és a negyedik gólt rúgtam, az borzasztó nagy dolognak tűnt nekem, hogy én kezdtem meg, és a negyedik gólommal, hogy behoztuk a 4-1-es hátrányt, és utána rúgtunk még 2 gólt, amivel mi jutottunk tovább. Hát belehajtotta a csapatot a győzelembe a közönség. Bécsbe kikaptunk 4-1-re, és hát akkor a Springer doktor volt az elnökünk, aki már akkor nagyon beteg volt, és kétségbeesve mondta nekem, hogy hát mi lesz a büdzsékkel, hogy ha nem bírunk tovább menni, akkor fölborul az egész ferencvárosi szaldó. Erre én hát nem meggyőződéssel mondtam neki, de magamban belül én se hittem abba, hogy meg fogjuk tudni ezt a bravúrt csinálni, hogy tovább menjünk ezen. És azt mondta neki, hát egész biztos, hogy tovább fogunk menni, és tessék megnyugodni, ez biztos, hogy ezt meg fogjuk csinálni a Ferencvárosnak ezt a meglepetést. És aztán, amikor tényleg hát ragyogóan játszott az egész csapat, nekem sok dolgom nem is volt ezen a meccsen, 6-1-re megvertük az Ausztriánt, és hát rengeteg ember, 2000-3000-4000 ember várt bennünket, mi kijöttünk a folyosóról, többek között a Magyar Imre, az akkori híres cigány primás, és akkor meglátott engem, hát én sokat jártam oda, ahol játszott a Dunapalotában, ahol muzsikált, és akkor meglátott, azt mondta, hogy hát Józsikám, azt mondta, tudod, nálamnál csak ti tudok jobban játszani. A 30-as években a KK meccsek, hát azok valami leírhatatlan óriásiak voltak, és a közönségnek a szíve együtt dobbant a játékosokkal, és hát soha nem felejtem el, olyan izgalom volt, és olyan óriási meccsek voltak, és olyan jól játszottak ezek a gyerekek. Amikor a Tibi befejelte, akkor a közönség megérezte, hogy lehet több gólt is rúgni, és a többi már magától ment, mert minden úgy ment, mint az álomban. Az Ausztria elleni győzelemmel a KK döntőjébe került a Ferencváros. A döntő első mérkőzését a római Lazio csapata ellen az Üllői úton 4-2 arányban nyerte meg. Ezen a mérkőzésen ismét Sárosi doktor volt a Ferencváros vezéregyénisége, aki nem csak 3 góljával, hanem ragyogó irányításával is döntően hozzájárult egy győzelem kivívásához. Az élete legjobb formáját elért Sárosi doktor a következő héten, válogatott mérkőzésen még ma is fennálló világcsúcsot állított fel. 7 gólt rúgott a csehszlovák válogatottnak a 8 magyar gólból. A cseh kapuját az akkori idők híres kapusa Planicska védte. A legjobb játékos volt, és a legjobban képzett játékos volt. Hát a Rázel Gyusz is az volt, de olyan, mint a Sárosi Gyuri, aki 2 lábbal egyformán, fejjel egyformán kezelte a labdát, és olyan elgondolásai voltak, ugye olyan gömbérzéke volt, és olyan ő nem csak futballista, mint teniszező, mint pingpongozó, ő olyan labdajátékos volt a Gyuri, hogy a második, harmadik helyezett teniszjátékost megverte például ugye abban az ő idejében. Sárosi doktor, akit sokan akkor a világ legjobb labdarúgójának tartottak, nagyszerű játékával a második KK döntőn Rómában is győzelemre vezette csapatát. Ezen a mérkőzésen azonban egy másik játékosnak is döntő szerepe volt. Háda József kritikus mérkőzés állásnál védte ki Piola 11-esét. A mérkőzése több ezer ferencvárosi szurkoló utazott Rómába. Az olasz csapat félelmetesen kezdett. A nagy tét és az izzó hangulat hatására a mérkőzés elfajult. 11-esek, ütközések és durva belemenések váltották egymást. Amikor Háda kivédte Piola 11-esét,
A túlfűtött hangulatban a félbeszakítás veszélye fenyegetett. Három kettőre, és ők kaptak egy 11-est ellenünk, amit a Piola rúgott, és én rosszul, és én kivédtem, ugye, és aztán ez volt egy döntő fordulat, ugye, mert ahelyett, hogy 4-2 lett volna, hát ugye aztán utána a Piola mégis rúgott egy gólt, és 4-2-re kiegyenlítettek. Én szerintem a 11-est csak rosszul lehet rúgni, azt kivédeni nem lehet, de hát ugye egy nyugodtsággal, egy tetetett nyugodtsággal talán befolyásolni lehet ugye a rúgót annyira, hogy elveszi az önbizalmát, ugye, és akkor hát mint ahogy a Piola is, hát egy kiváló játékos, aki ezen kívül még ugyanezen a meccsen 3 gólt rúgott, és ezt a 11-est mégis elhibáztam. Nem, én soha nem indultam el, szóval én ámhoz nem fordult elő, hogy elvedődtem valamelyik szalagra vakon, és akkor másik oldalra berúgták az izést, az nem létezett, hanem én kivártam és összpontosítottam az utolsó pillanatig a legjobban, amit lehetett, és hát belemozdultam az ő rugásába, az ő mozgásába, ugye, és hát ha nagyon jó volt rúgva, akkor tényleg hát berúgták a 11-est. De emlékszem, ez volt a labda, ez most azóta már itt a múzeumi erekje. A Jóska, a Háda Jóska kivéte a Piolának a 11-esét, és ez annyira felbiztatott bennünket, hogy nem tudták megállítani a mi játékunkat. A győztes gólt Sárosi doktor a levegőben hanyatt fekve hátrahúzva rúgta. Emlékszik-e még a gólszerzője erre a gólra? Emlékszem, mert ezt én láttam egyszer egy játékostól. Jött a beadás, láttam, hogy én még elérem a lábammal a labdát, de csak akkor, mert keresztben jött a labda, hogyha hanyatt fekve hátradobom magamat is. Úgy hátradobtam magamat, és közben rúgtam. Alával oda tettem Gyurinak, aki tőlem állt, vagy 15 méterre, körülbelül a 11-es ponton, ugye? És a Gyurka meg, én fél magasan adtam be neki a labdát, fél magasan adtam neki ballával a labdát, és akkor kapta, és hogy hátra vetve, ugye, kapásból rúgta a labdát, és hát szóval úgy találta el, szóval nem laposan ment, hanem ilyen jó ívet csinált, ugye, jó ívet csinált, és beesett a kapuba. A Rómából hazatérő KK győztes Fradit Nagykanizsán ezrek, Budapesten 10 000 várták. A déli pályaudvaron a leszálló játékosokat nem akarták kiengedni. Egész az ország ünnepelte a Ferencvárost. Ahol jöttünk az országon, a határtól kezdve, hát mindenütt, főleg engem ünnepeltek, mert a Gyuri 3 gólt rúgott, de nem tudom, hogy miért mindenki engem keresett. És itt, amikor kiszálltunk a déli vasútnál, hát akkor föl akarták emelni a kocsit, az autót, amivel mentünk volna a Springerhez. Letépték a felöltőmet, a táskámat, a kalapom elveszett. Hát úgyhogy, hogy mire elindultunk, egy fél óra elmúlt, úgyhogy én voltam az utolsó ember, aki odaérkezett a Springer lakásába. Jóska bácsiról a kora nem árulkodik, ezért megkérdeztem, hogy hány éves? Hát én most már márciusban leszek 75. A sikerekben gazdag 1937 után 1938-ban is KK döntőt játszott a Ferencváros. Az elődöntőben a torinói Juventustól idegenben 2-3 arányban vereséget szenved, majd a budapesti visszavágón drámai küzdelemben harcolja ki a döntőbe jutást. Az olasz védőfalat csak 75 perces ostrom után sikerül Sárosinak és Keménynek feltörnie. Zsúfolt nézőtér előtt a közönség szakadatlan buzdítása után estek ezek a gólok, és a mérkőzés után még órákkal is örömtüzek lobogtak az Üllői úton, ünnepelve a Fradi újabb KK diadalát.